A Berettyó Újfalui Szakképzési Centrum Csihagyőző szakgimnáziumában és szakközépiskolájában elsajátítható szakmák rejtelmeibe kaphattak betekintést az érdeklődők az április 12-én megrendezett Szakmák Éjszakája elnevezésű programon, ahol játékosan és testközelből ismerkedhettek meg az egyes mesterségek alapjaival a pályaválasztás előtt álló diákok. Illeszd be oda, ahol a csavarok vannak, azt még hagyd végén a kábel. Illeszd be oda, tehát hol a ventilátor része, ami kiengedi a meleg levegőt, oda kellene valahogyan felfogatni, fölemelni, nem biztos, hogy ott lent fog támaszkodni. A szakmák éjszakáját először 2016-ban az ország valamennyi szakképzési centrumában hagyományteremtő céllal valósították meg. Azóta évről évre egyre többen látogatnak el ezen az estén a hajdonánási szakképző intézménybe is. Ez a rendezvény arra lett kitalálva, hogy a szakképzést, magát a szakmákat népszerűsítsük az általános iskolák körébe. Ugye mindenki tudja jól, hogy nagy a munkaerőhiány, különösen a szakképzett munkaerőből a hiány, és úgy gondolják, akik kitalálták, és mi is, akik megszervezzük a programokat, hogy minél hamarabb utol kell ilyen a gyerekeket, megmutatni nekik, milyen szakmák vannak, azoknak milyen szépségei lehetnek, és hogy próbálják ki ezeket a szakmákat, és hát ha amikor pályaválasztásról döntenek, akkor egyértelműen rájönnek arra, hogy lehet kezdeni ezt nyugodtan egy szakma tanulásával is. A rendezvényen az előző évekhez hasonlóan most is az iskolában oktatott szakmák kerültek bemutatásra játékos és interaktív formában, de számtalan új programmal is bővült idén a Szakmák Éjszakája a Csihában. A ma este folyamán negyedik alkalommal rendeztük meg a Szakmák Éjszakája rendezvényünket. Ugyanazokkal a lehetőségekkel, interaktív szakmabemutatkozásokkal indultunk el, amelyeket a korábbi években már jól beváltnak találtunk. Amit újnak mondanék most én meg a robot, itt már szeretnék megmutatni, hogy a Csihában is elkezdődött a LEGO robot szakkör, a LEGO programozással való foglalkozás. A másik program, amely ehhez kapcsolódik, hogy tényleg az 5., 6., 7. osztályt időben elkapjuk, hogy a szakmát megmutassuk. Meghirdettük a hatvágás vetélkedőt. Ez arról szól, hogy nálunk 6 szakgimnáziumi, vagy egyetlen 3-6 ágazatot képzünk, és ezeknek az ágazatoknak vannak érdekes vetélkedős lehetőségei, amelyeket itt a gyerekek kipróbálhatnak. Megpróbáltuk vonzóvá tenni ezt a vetélkedést az általános iskolások számára úgy, hogy megfelelő díjakat találtunk, így ennek a programunknak nagyon fontos szponzorai voltak az évben, és ezeknek megfelelően vettük is észre a jelentkezők számából, hogy 9 csapat jelentkezett be a vetélkedésre, hogy ezekből a nemes díjakból nyerhessenek. És hogy ne maradjon unalmas ez az este, a GINOP 623 pályázaton keretében elkívánjuk indítani, és el is indítottuk, mondhatom azt a hagyományt, hogy alumni öregdiák program, ahol a hajdonánási szakképzésben valamikor végzett diákok mutathatják meg életpályájukat a fiataloknak. Ezzel igazából az a célunk, hogy megmutassuk, hogy szakképzésből indulva egy célkitűzve magunk elé bármi lehet belőlünk, csak kell a kitartás, a sok munka, ne adj Isten tanulás, és eljuthatunk olyan feladatok ellátásához, amit lehet, hogy még 10 évesen, 14 évesen, akár 18 évesen sem látunk magunk elé. Ehhez a programhoz nagyon sok vendégünk érkezett, én úgy gondolom első alkalommal. A Csihagyőző szakgimnázium és szakközépiskola öreg diákjai inspiráló és motiváló előadásaikkal is színesítették az est programját. A ma előadást tartó öreg diákok különböző korosztályból kerültek ki. Én úgy gondolom, hogy a legidősebb diákunk 78-ban a Kőrösiben végzett szakképzésben. Ő például Szabó István úr, aki fegyverkovácsként mutatkozott be a gyerekeknek, és most is még, ugye már a 60-hoz közel, még mindig tanulja a szakmát, mestervizsgát tesz, újabb és újabb ágazatát tanulja ennek meg. A legfiatalabb diák egy éve végzett nálunk, ő például ugye a kajaksportban kiváló diákunk, és ő azt szerette volna megmutatni, hogy szorgalmas tanulás és munka együtt megy, és a főiskolát nyugodtan el lehet kezdeni és folytatni. Széles volt úgymond ebből a 10 vendégből a skála, 4-en voltak itt az informatika világából, nagyjából a neveket is tudom mondani, Gyöngyösi Szilvia, Pusztai Magdolna, Tóth Árpád, Veres József. Itt van, aki a szakmájában egy cégnél dolgozik, van, aki saját céget alapított, és azban dolgozik Budapesten, van, aki informatikusnak indult
elindult itt még a Csihában, de most gépész és mérnök és doktorált, és egészen fura előadásról érkezett most haza, illetve van, aki a szakmája magas művelése mellett akár társas táncban is kiváló. És voltak itt volt diákok, ugye még akik a gépészetből indultak, dr. Ónadi János, vagy éppenséggel Lukács Györgyi mutatkozott még be a szociális ágazatból, aki vállalkozóvá nőtte ki magát, pedig ezt a szakmát tanulta, és egy fiatal ember a volt vezetőtársunknak a fia, akit még valamikor idegenforgalmat tanult, és most építészmérnökként dolgozik, és ennek a szépségeit mutatja be a diákoknak. Örülünk annak, hogy egy közel 50 volt diákot kerestünk meg az internetes lehetőségeinken keresztül, ugye ez a, és az, abból egy 14 biztosra jelezték, hogy el fognak tudni jönni. Bízunk benne, hogy a későbbiekben, ha ez hagyományá válik, még többen élnek a lehetőséggel. Hosszú távon azt tervezzük, hogy egy alumni évkönyvet kívánunk kiadni 2019 végére, amelyben a most itt megjelent, illetve akiket megkerestünk és vállalják, és bemutatják írásban életútjukat, ezek jelennének majd meg. A rendezvényre ez alkalommal is nem csak Hajdúnánásról, de a környező településekről is érkeztek pályaválasztás előtt álló diákok. A ma estére érkeztek diákok Görbeházáról, a Hajdúnánási Református Általános Iskolából és Hajdúdorgról a Móra Ferenc Általános Iskolákból. Ők, akik bejelentkeztek, ők, akik szóltak, hogy mindenféleképpen mind a versenyen, mind a programokon jelen szeretnének lenni. Még izgulnak is, hogy mindenhova eljutnak a busz hazaindulása előtt. A szakmák éjszakájának sikeres megrendezésében olyan cégek is támogatták az iskolát, melyekkel mind gyakorlati képzőhely vagy jövőbeli munkáltató kerülhetnek majd kapcsolatba a szakmát tanuló diákok. A szakmák éjszakája rendezvényhez van lehetőségünk szponzorokat előre megkeresni, akik vállalhatják, hogy milyen szinten kívánják a rendezvényt támogatni. Az egyik ilyen szponzorunk a Nagy Évrács Kft. Hajdúböszörményből, ő egy aranyfokozatú támogatónk, a másik pedig az Orosz János Kft. Hajdúnánás Polgári utcáról, aki ezüstfokozatú támogatóként jelent meg, de nagyon sokan, mint a Hajdúnánási Városi Önkormányzat és több magánvállalkozó vagy magánszemély is segített minket abban, hogy a rendezvényt sikeresen megrendezésre kerüljön.